B-kategóriás Justin Bieberünk Szabi Est pályamunkáját diszkvalifikálták a Dal című műsorból. Ezt még tovább szól Mariah Careyről, tehenekről, bármint, hogy Mariah Careyről és tehenekről is. Szabi Est pályamunkája, ez az a Szerelem kell című dal, az MTVA-nak nem kell. Micsoda újdonság! Kiderült ugyanis, hogy mindannyiunk énekese, média szakembere, marketing menedzsere, videoklip rendezője, Ask FM szupersztárja, jól fésült csávó, aki híresebbé tette a kártyavárat, mint maga Frank Underwood. I have only one thing to say. Go fuck yourself. Dala, ami nem felelt meg az MTVA szabályrendszerének, etikai kódexének, kívánalmainak, elvárásainak. Na. A szabályrendszer ugyanis elmondja, hogy a pályamű nem kerülhetett szeptember 1-e előtt kereskedelmi forgalomba. Szóval nem jelenhetett meg se a tévében, sem rádióban, sem az internet bugyraiban. Gondolhatunk itt YouTube-ra, Vaterára, Tinderre. Így, hogy most már elmondtuk nektek is, mi volt előadásának igazi Achilles-ína. Maradtak a vivacsácsok és az... Hallod, ez a villamosbazd meg, amióta elkezdtem itt forgatni, azóta jár egyfolytában, előtte meg soha nem járt. Maradtak a vivacsácsok és a majálisok. Mária Karia, azaz Mari Kari, azaz Mária Karája, akitől egyszer kérték már rádióban a Tasman Buddy-t. Egyszer már Tamitól is kérték a lötyögőt. Mi? A Tiájtól a lecsugót. Amilyen szar volt és fölöslegesen hosszú a 2016-os év. Olyan kurva kellemetlenül zárta ő is az újévi zenés táncos mulatságát. Morden Milfünk Times Square-i előadását, ott cseszte el gyakorlatilag, ahol csak lehetett. Igazából nem csak farsul énekel, de belépni sem tudott igazából. Ez úgyse lesz már jobb. Vagy a szöveget sem tudta, és ezt oda-vissza való sétálgatással próbálta leplezni. Marádzsá lányozza a varáti szövegének nem tudását, azzal szerette volna leplezni, hogy rajongóinak oda tartva a mikrofon, megpróbálta énekeltetni őket. Hallottál itt a milyen szituról? Nem, én csak a Marádzsája Karádzsáját ismerem. A fülmonitorja elromlása és a mérhetetlenül sok szar kifogás után a következő sorra zárta a műsort. Ez már úgyse lesz ennél jobb. Marajjára karajjai. Mindenki überszigorú, Grumpy házelnöke Kövér László pucira jelent meg a parlamentben. Most kaptam fülemre a kamuírt, hogy Busás Bajszát eddig egy jól szituált madárcsalád leasingelte. A 2017-es évben így szarul indult a verépcsaládnak, hiszen házuk a bajusz vágó áldozatává vált. Drágám, nem fognak kinevetni, ha ilyen pucira megyek be? Ne hülyeskedj már, észre se fogják venni. Harry, baszd meg, láttad olyan az arca, mint egy vesztelenség. Megvan az a párbeszéd, amikor esni fog. Azt tesz, honnan tudod, nagyapám? Riska fekszik. Na de hogy mi ennek a tudományos alapja? A Virgin anyai egyetemben bizonyította, hogy miért fekszenek le a tehenek, hogy jön az eső. Ennek oka pedig pontosan az, mint amikor a jóféle chipszeket eldugod, mikor jön a vendégség. Van valami rákcsád? Nincs. No persze, ők nem chipszirítségből csinálják az egészet, hanem próbálják védeni TTT-jüket. Termékeny tőgyük tejét. Azt. Terebélyes testüket pedig azért vetik le a földre, hogy így a betakart terület alatt a szép zöldjebb száraz maradjon. Mert van olyan fű, ami szárazon jó. Your Grace. Ez volt tehát a 2017-es év Árbát News első epizódja. Köszönjük Mó a szomszéd Marika néninek. Köszönjük továbbá D. Tamásnak, aki az 500 nézőszámból olyan 380-at bőven elvisz. És anyukámnak, aki nem csak lájkol Facebookon, hanem meg is osztja. Hogy ez a bajom, hogy Facebookon, ha az a Facebook kedvelők száma átmenne YouTube-ra, én tök boldog lennék. És az lenne a lényeg, hogy még a feliratkozásra bozdítsuk valahogy őket. Ha mondd el nekik. Most már az a szép zöldgyep, az se fog nekem hiányozni. Rátláv, Jézus, Szabi, egy autogramot nézni! Mindig kárcsavár!